Szevasztok, Pufinok, Charlie vagyok, és egy kis The Division-nel fogjuk elütni az este egy részét. És itt van velem Chris is, és hamarosan TSN is itt lesz, ha minden igaz, mert itt közben dolga volt, de mindjárt becsatlakozunk, és akkor mindjárt. Chris, szólj majd, ha itt vagy. Itt vagyok. Na, akkor itt van már Chris is, és hamarosan bele is kezdünk a kalandozásba. Szervusz Kirito, Volex, illetve Sasuke, üdvözöllek titeket. Szép estét kívánok mindegyikötöknek. Helyes, helyes, örülök mindenkinek. Hát most Division volt közkívánat, lesz közkívánatra, aztán majd holnap szerintem megint olyan ütem lesz, hogy reggeli kis Zelda. Szerintem majd holnap Orsival is játszogatunk, mindenképp. Aztán kéne a többivel is haladni a Demon's Souls-szal meg énekkel. És az a jó, hogy nekem tele van a, majdnem a táskám, úgyhogy előbb szerintem én berohanok ide a Kupi központba. És valamit kidobálok, nem tudom mivel van tele egyáltalán a táskám. Neked is írta egyébként a belépésnél, hogy a Ubisoft szerverek azok rosszalkodnak, és most izé elnézést kérnek, meg ilyenek? Tőlem nem kért elnézést, engem szimplán nem akart beengedni. Ja, engem csak írta, hogy a Ubisoft szerverek nem elérhetők, ezért hatással lehetne a játék élményre, elnézést kérünk. Hát mondom, az nagyon jó, hogy hatással lehet, mert gyakorlatilag akkor nem kéne, hogy menjen a játék, de mégis megy. Igen, az úgy elég fán, hogyha szerver nélkül játszunk. Uh-huh. Szervusz Patus! Volex, jó volt igazából, ugye ez az Zootropiát néztük meg. Kellemesig, mai filmek mellett ez tök kellemes volt szerintem. Ezért most nem bántam meg kivételesen a pénzt, amit kiadtam érte. Én jól elszórakoztam rajta. Egy kis könnyed, kis vicces animációs film. És most szerintem fegyverben vagyok megint tele. Sok-sok fegyver van nálam. Miért van nálam ennyi fegyver? Shotgun. A shotgunt azért megtartjuk, mert az még jól jön. De a többi shotgunt el kéne adni. Azt mondja, karabéból most ez a legjobb, ami éppen fel van téve. Képfegyverből ez tűnik most így a legpraktikusabbnak. Meg ennek van ilyen adottsága is, úgyhogy pláne praktikus. Ahogy eladogattam az összes cuccot, akkor mehetünk is. 3832. Jó, az a legjobb shotgun. Jó, akkor mindjárt jó eladjuk. Megnézzük, hogy a ruhákból egyáltalán van-e még olyan, ami eladható. Azok, de eskü tegnap eladtam mindent. Elvesztek azóta az eladások, hogy mi van? Ennyire rossz akkor... Hát a szerverekre koncentrálkodása miatt. Hát de nagyon örülök neki, pedig este már úgy zártam, hogy de jó, eladtam minden, nem kezdve szórakozni. Aztán most itt van megint minden. Na jó, hát akkor... Gyorsan izé, mindent el. Yeah. Aztán remélem nem jön vissza most. Én közben olyan fegyvert találtam magamnak, mert játszottam egy fél órája már kb. Na miért? Mielőtt írtam. Egy olyan Marksman Rifle találtam, ami bolt action-es, tudod? Hogy töltésenként ki kell húzogatnia, de cserébe annyit sebez. Hát igen. Hogy ilyen 9-es szintű ellenfeleket egy fejlevéssel kinyírok róla. Az elég jó. Azért szeretem én is ezeket a snipereket, mert lehet, hogy mondjuk 5 táras vagy ilyesmi, de azért elég jól lehet vele sebezni. Igen, igen. Itt neki kell várni a megfelelő pillanatot, hogy aha, lőj. Meg tök jó, mert kicsit el is tántorodnak általában az ellenfelek. Ja, igen. Kirito szereti a Ubisoftot. Mi is szeretjük. Orkát. Ez a Conan O'Brien mondta jól, hogy ez a Ubisoft elnevezés, hogy neki az első szexuális élményénél volt ez, hogy oh, Ubisoft! És tényleg azért így belegondolok. Biztos egyébként franciául van valami értelme a dolognak, de így... laikusnak így tényleg hát fogja a fejét, hogy úristen, mi ez? Hát igen. De így magyarul is elég viccesen hangzik, hogy Ubi. Ubisoft. Ja, igen. 559. Az is mehet a levesbe.
Merre megyünk egyébként majd? Megnézzük, hogy valami story missionből vagyunk-e már olyan kemények, hogy valamit bevállaljunk szerintem. Nem? Jó van. És akkor azokkal haladgatunk. Nos. Van itt egy 12-es szintű. 14-es szintű. 2100. Hát... nem úgy néz ki. Nem, nincs semmi olyan normális. Még fejlődgetni kéne, azt mondod? Nem, eladtam, azt hiszem, megjelen mindent. Ja, na, újra töltünk. Ugye, Kirito, most visszakaptad a szóviceket. Na. Vajon úgy ilyen lassan cammog itt az átjáróba. Legyen ideje a játéknak betölteni a textúrákat, meg ilyenek. Na és most Vel... nem, hogy jól mondjam, inkább megnézem, mert mindig Veloxot mondok, közben Volex. Volex nagy örömére. Most ilyen jó kis SMG-t is beraktam ide. Ilyen, meg nem mondom milyen nevűt, úgyhogy most már az is van. És milyen küldetések vannak? Nézzük. Egy túlélő kézikönyv. Ilyen mellékküldetés nincs most sehol. Nem látok sehol a térképen mellékküldetést. De ott van egy, fönt, az egyik rejtek helyénél. Szerintem menjünk oda föl, és akkor ott van egy találkozások, ha azt meg tudjuk csinálni, de szerintem az pont egy olyan, hogy ott egy olyan helyen kell bemenni, ahol olyan maszk kell. Olyan szintű maszk kell, ami még nekem biztos, hogy van. Hányas szintű a maszkod? Franz tudja. Én most hármas. Mindjárt megnézem, ha rájövök, hogy hol kell. Az szóval. Abilities alatt kéri ott a filter levelet kapásból. Hármas. Akkor lehet, hogy már jó. Na megnézzük, figyelj, arra, menjünk arra. Úgyis ott van a... beérlöm, akkor azt a térképen, és úgyis ott van mellett a mellékküldetés. Ha nem jó a dolog, akkor max megyünk tovább, és akkor ott a mellékküldetés. Jó. Valex örül, hogy beraktad a ez kis SMG-t. Ja, hát mondom, most kipróbáljuk ezt is. Szevasz, Thunder! Thunder is befutott közben. Civilian in need. Csak oda. Igen. Nem már. Lazán elfutottam mellette. Na, hát tőlem meg megijedt, mert ide settenkedtem mögé. Igen. Azt hittem, hogy valami izé, perverz vagy. Új, itt mindenhol vannak jobb oldalt, meg szembe is. Na, SMG. Fajda golyókat, ez az. Kaptam egy trófeát valamiért. Ügyes voltam. Az egész jó, az nem is ránt el annyira ez a... az SMG. Jéj! Na, Gézuka már megtalált? Igen, Géza megtalált. Na, itt elfogytak, ennyi volt? Aha. Itt kettőt megöltem, egy sticky bombal, aztán kész. Ja, itt bujkált, nézd azt, ami nem... Ah, nem arra megyünk amúgy. Csak még arra néztem, hogy... hogy van-e valami cucc esetleg, mert hogy maradtak. Én is tudt miatt jöttem el. Ott van még szembe hetesek, azokat nem megyük meg? Hol? Ott tovább? Vagy merre? Aha. Arra? Nem megyük meg, persze. Jön szembe valaki. Azt mondja, Patus, hogy jobb most a mikrofonom. Igen? Na, ennek örülök. Biztos most úgy sikerült tekergetni, hogy nem kontaktos. Hagyd így, ne nyújj többet hozzá. Igen, most ide letelluxozom és kész. Igen. Nem, ennyi volt, nem? Vannak még? Igen. Na, akkor menjünk vissza. Azt akkor remélhetőleg most már be tudjunk menni hármas szintű maszkal, hát csak-csak. Irító közben fárasztja a népet már. Igen. Mission list, szemétszedés, ölelgetés, muffin sütés. Nem muffin, lazányát sütünk. Én lazányát csináltam így este. Rásfődnek? Nem, magamnak. Hát most nem, izé, Bob nem volt. Én nekem ez a specialitás, ami mindig ezt, Orsi is mindig ezt kérje, csinálják lazányát, aztán most csináltam. Na, bemegyek és... De most elrontott az Orsi a besemet, hogy mindig is jól lesz. Na jó, de most viszont jó van, nekem legalábbis nem írt itt bajt. Azt mondta, hogy most már mostani feltűzés szint az még okés. Igen, nekem is azt írták, hogy most még szép. Na, akkor...
Már csak a másik, mennyit kell? Kettőt kell megtalálni? Jól sejtem, jól látom. Igen, három van összesen, szóval kettő kell. Hát ott nincsen semmi. Arra loot lesz, amerre te mentél? Na, nem volt ott semmi. Már csak egy kell. Ott is van egy? Hát akkor megyek a létrán, hát ha itt van. Jól van. Valami. Elhagytam a zónát. De itt még biztos, itt tudja, hogy itt lesz az utolsó, vagy valami út, vagy akármi. Nem? Tuti. Benézek kint, a sikátorba, hogy itt mi van. Itt van. Jó. És akkor meg kéne találni a vírusszkennert. Itt a nagy ajtó. Aha, itt gyere föl a lépcsőn. Én szerintem máshonnan jutottam be. Ja. Ez fun. Másfele jöttél? Igen, másfele jöttem. Nem baj, lényeg, hogy kihúztál. Hopp, ott tisztogatnak, de most már nem sokáig. Úgy, úgy, bum, bum. Annyira, tényleg, röhelyesen gyorsak ezek a pufik. Sziasztok, srácok. Mindig elfejtem ezeket használni, a túretet lazán ne dobhatnám például, bár ezen a helyen annyira nem, nem lenne sok haszna. Igen. Nem tudom, én visszaváltottam erre a sticky bombra, ez nekem jobban bejön, mint a turret. Gyűjtsünk adatokat. Itt egy láda. Itt egy táska. Volt egy izé? Servus Toxic Dragon. Charlie, ki ez a Kirito? Kirito, ő a Kirito. Charlie, majd itt van egy kis láda amúgy. Ott, itt meg egy nagy. Gyere, hogyha ide visszajössz, ahol az adatgyűjtés volt, ott van egy nagy láda. Nekem valami rendfertartó izé volt benne. Bizarre. Akkor ez most loot csere. De jól majd nézem, most, most abszolút át lehet menni egymáson. Igen. Hát most például nézd meg, hogy simán átmentem. Rajtad, igen, akkor szembe futottunk. Ó. Én megkaptam ugyanazt a fegyvert, mint amit találtam, csak kékbe. Hát akkor biztos, hogy valami jobb. Már remélem. Már szarabbnak mutatja. Hát az nem számít. Nézd meg, hogy a sebzése lehet, hogy jobb attól még. Igen. Meg az a röhely egyébként, hogy bármelyik fegyverre rakok rá olyat, hogy nagyobb legyen a magazinja, akkor nő a izé sebzése. Mert hogy tudod, később kell újra tölteni, és ezért nagyobb lesz a DPS-e. Nézem is, hogy mit szedtem föl, valami használatot felszedtem, páncélból. Nem, 30-as kuka. Szedjük is szét. Franc fogja most itt gyűjtögetni őket komolyan. Szedjed szét. Úgy. Egy szövet. Nagyszerű. Kéne csak mondjuk egy golyóálló mennén szétszerek, és abból hogy lesz szövet. Fegyverből szereztünk egy ilyen nagyszerű izét, fegyvert, amit szét is szedünk rögtön. Ezt is szétszedjük. Összes fegyvert szétszedjük. Ja nem, nem, ezt kell nyomni, nem ezt. Már franc fogja megint itt ürözgetni a táskájába. Itt kell, ezt kell nyomni. Ennyi. Valami esetleg módosítást, valami jót szereztünk? Sniperre valami kis izét. Csökkentett észt lehetőség, az mondjuk jó? 3,5-ös, 9-es szintes, az jó. De mi van? Ó, ez nagyon jó. Jaj. Pontosság. Mindkét fegyveremnek olyan talentje van, hogy stabilabb 20%-kal. Szóval most az SMG-nél főleg jó. Igen. Erre is rakunk egy olyat, hogy optimális táv. M4-4-ren rajta van. Akkor nem. Ezt rakjuk rá. De ez a másikon van rajta. Nem, ezt rakjuk rá. Így. Akkor tár. Ez az. Ez jó. 11-es tárkapacitás pluszba. Igen, és most végre el tudom használni a tárgyaimat, amiket SMG-re szereztem, és eddig nem volt semmi haszna. Csökkentett lészt lehetőség. Itt lemegyünk, nem? Aha. Melyiket mondtad? Ilyen küldit. Már egy küldetés, ami itt van elvileg egy köpésre. De azt lehet, hogy nekem most már nem mutatja, mert lehet, hogy pont megcsináltam. Mondja, hogy nézem. Be kell raknod. Most belőttem. Nem tudom, miért akar átküldeni egy utcával arrébb. Úgy kell bevenni oda. Na jó, menjünk. Lehet-e szakó? Karma agent,
karma. Na, közben Kiritót így javítgatják, hogy van Jojo, ahogy van. Sasuke szerint. Na, csúszunk, csúszunk. Hát ez nem csúszás volt, hanem leugrottál. Te. Emberfajzat. Így meg életed is le fog ugrani. Komolyan. Fog? Hát a valóságban meg se kottyán egy embernek, mi volt ez másfél méter. Hát milyen elit katona ez, basszus. Én lejátszom a szíről. Nagyon rossz, egy harmad életünk lemegy. Ja. És természetesen nem töltődik vissza. Tényleg most milyen szkíjeid vannak bent neked? Na Kirito, ilyen csúnya dolgokat nem írunk a chatbe. Fúj, fúj. Szappanszádba. Ilyen gyűzetedre. Nekem most a tatyó van, amit most kicsit fel is fejlesztettem. Meg... hát meg a Tourette. És nem a szindróma, hanem a Tourette. Aha. Most van itt egy izé. Katona. Na, kész a kaja? Köszi. Most nem akarok zabáros live-ot. Pána egy rohadt forró, és valószínűleg leégne az arcom tőle. Hova tegyem? Te most itt hol tudom tenni? Köszönöm. Jó, itt vágyat. Nagy ott vannak ellenfelek, én meg egy kicsit elnézelődtem. Oho, milyen jól eltaláltam messziről! Az szép. Közben a civilt is majdnem lelőttem, de nem baj. Hál' Isten, nem lehet lelőni őket. Vagy nekem legalábbis még nem sikerült. Még nekem sem, pedig már volt, hogy beléjük lőttem. Direkt. Tehát úgy csinálták. Be ezzel a kutyát le lehet lőni. Garád Ubisoft. Meg a madarat, meg a patkányt, meg minden ilyesmit le lehet, jó. Ennyi Kirito. Viselkedj. De akkor most meg kéne keresni ennek a izéjét, a darabkáit, nem? Van egy ügynök nyom észlelve. Adatok gyűjtése. És honnan mutatja egyinket, hogy merre kéne menni tovább az utcokhoz? Nézd le, és akkor ott mutatja a körön. Egy ilyen nyíl mutatja, hogy aha! Merre. Akkor erre kéne menni valamerre. Közben meg itt mutogatok, hogy mint a hülye gyerek. Mintha látnád, mindegy. Á, itt van. Úgy érzem, ott kell majd a sikátorokba menni. Jó lesz. A következő. Te is láttad ezt, vagy ezt te is megtaláltad már? Én ezt megtaláltam. Akkor csak pont nézed, hogy mit nézegetek itt a földön. Beleszedem az emberkéket, akik itt várnak ránk. Ó, basszus, ezt mellé lőttem. Bum! Nem mint a sok élete maradt volna ágya végére. Igen, itt meg van elvileg valahol valami ellenfél, azt írja. Fönn van a tetőn akkor? Na, az utolsó. Nem jöttünk? Itt egy telefon. Nem jöttünk túl a micsodán? A nyomon. De azon szerintem túljöttünk, ami neked kell. Itt menjünk vissza. They're here right now. Sarah's setting up an A station right on the corner. I told you, man, didn't I tell you? They're behind the virus, they're behind the National Guard coming in. Soon they'll be trying to vaccinate them. It's all about control, man. The one world government, they tried it after 9/11 with the flu vaccine. That didn't work, so now they've engineered another false flag attack on the heart of the free world. 9/11? You're 8 years old. Yeah. Will you ever shut up about that? Lágy bélésű térdvédő. Hello? Hello? Okay. Nézzük, jó-e? Szerintem nem, de kesztyűből is van egy rosszabbik. Szét is szedjük rögtön, én most már tényleg nem fogok ezekkel szarakodni. Oké, két szövet, nagyszerű. Nekem most tele van 14 cucc van a táskámba, és ebből egy 8 darab kb. Ilyen mod. Szóval nagyon vicces. Nyugodtan írhatsz, amit akarsz kijutó, csak ilyen A-betűs, szexuális dolgokat ne írogassunk, meg ilyeneket, tudod. Maradjunk a normális határokon belül. Na és most jó, tök jó eljöttünk a mellékületés felől, ahova elindultunk eredetileg. Mondom, én ezt nem látom, ezt jelölt be, mert így nem tudom, hogy merre kell menni. Bejelöltem amúgy. Igen. Uh-huh. Az úgy fán, mert nekem nem mutatja. Köves! Jó. Itt egy kutya. Szia kutya! Mizu! Mizu kutya! Na hey. Nézzük az embert! Ja, Mizu! Ő nem, átmegy rajta a golyó.
jöttek gonosz ilyen civileket lődöző le itt közben. Aha, hát ki itt kell van egy ajtó. Használ. Mi ez az ajtó? Használd az ajtót. Használtam az ajtót. Charlie, veled van az erő. Bunker? Itt van egy doboz valahol. Sőt, kettő. Táska. Itt egy táska. Meg egy fekvő bácsi. Legény pont menstruált, mikor elaludt. Vaj. Kiemlett a paradicsomszó szerem, és lazányát csinált, mint én. Ja. Rája feküdt. Na itt ez olyan cucc, nem tudom felvenni. Jó, akkor erre. Nálad is ilyen szép köd van? Na, jó van. Megint hazudtak az időjárás jelentők. Azt mondták, napos idő lesz. És most merre kéne? Most sehol nem mutat az a rohadt izé. De adjál, arra kell menni. Rossz Krisz, te is meglettél szólva. Ide le kéne menni, oda a dágványba, az nagyon jó lesz nekünk. Jéééé! Parant Park. Érdekes, hogy például a bétában pont azt rótták sokan a Divisionnek, hogy rövidítések, vagy amikor útvonalat jelölnek meg, akkor az én alsó útvonalakat nem is jelöltek ki nekik, mint opció, pedig lehet, hogy sokkal rövidebb lett volna az utuk. Igen, így már én is jártam. Aki egyébként, most az elején tökre elfejtettem mondani, de aki egyébként, most miért a rejtek helyén át akar minket vezetni, ez teljesen hülye. Na, mindegy. És miért jöttünk ide? Jó, hogy mintha helyzetjelentést nyomunk, akkor kapunk új küldetéseket. Aha! Jézusom, de még mennyit? Te se nyomtál eddig ilyen helyzetjelentést? De, már nyomtam. De most azt hittem, hogy ha megcsináltam az összes side mission-t, akkor nem kapok majd újakat. És tök jó előttünk a megküldetés mellett, oda kéne fölmenni. Igen. Ezt most már én is látom. Akkor mégis el, akkor nem tudom, miután mentünk, mert nekem ilyen mutatott valamit. Mert ugye ezt mutatta, hogy kérje a helyzetjelentést? Ja, de nem tudom miért, mindegy. Thunder közben beszólt, hogy minek jelölje, kitaláljuk meg. Igazából manapság ezek a játékok mindig megkönnyítik csak a dolgunkat. Bezzeg a Zelda. Semmi nyíl, merre menjél, izé. Meg a jó régi Doom. Hát mondjuk ott nagyon itt lősz, ott nagyon ott nem volt bonyolult. Hát jó, de azért a secret dolgok azért el voltak dugva. Ja, hát persze, az easter egg-ek azok régen. Hát most is itt van egy-két játék, amiben el van dugva easter egg-ek nagyon. Igen. Most például a GTA 5-nél van egy dolog, amit még mindig nem fedeztek fel, hogy mi a fene lehet. Ez hát, a igen, ezt olvastam én is valamelyik nap. Most én nem csuktuk be az ajtót. Most? Hol van ez a menekületés? Ott van. Kiválasztás. Na, és hogy? Eltűnt személy. Szerintem be kéne menni itt az épületbe, ne? Vizsgáld át a területet, aha. Te ellenfeleket érzett az előtt nekem itt. Nem oké, szkent. Who cares what I mean? Normally I wouldn't make his acquaintance again, but turns out he's a resource and you need those meds badly. Valami? Ajtó? I'd start by checking his apartment. Másik lépcsőház, nagyszerű. Itt valami. Vannak egyébként szekrények, ezek nem tudom, hogy te kitől nyitni. Ába csak ilyen ruhák meg ilyenek szoktak lenni. Aha, ilyen kozmetikai cuccok. Kell a fenének, így is annyi van. Hogy te meg itt jöttél körbe, jó. Egy echo. Orsi az, akivel múltkori live-ba játszottál? Hát, hogyha egy hölgyemény volt mellettem, itt a kamerán látható, akkor igen, ő volt Orsi. És már én is látom az echo-t, jó, összeszedem. Egész jól bírja egyébként a netem. Igen? Mert megy a live-od is, hang nélkül, szóval látom, hogy ezért miket mutogatsz, meg ilyesmi. És közben normálisan hallok, mert múltkor, hogyha ment a live, akkor nem hallottalak normálisan, mert akarodott. Igen? Na, helyes.
Perfect cica utálom van Charlie-éknál. Mi van a Szerintem az uralom akart lenni, nem? Perfect cica utalom. Ja, uralom. Igen, cica uralom van, de most hál' Isten nem, mert most izé, éppen orsítra rúgják körben, nála van kaja. És most merre kéne menni? Ennyi volt a menekületés? Eltűnt személy. Nem, még mindig van valami, kéne csinálni vele. Ott jelzik, hogy arra kéne valamit menni. Azt mondja, arra, és hogy jutunk? Arra megyünk, akkor tök jó, nem arra mentem. Jó. Arra kéne még tovább menni, most nem tudom, az épületen belül kéne tovább menni. Hogy itt van erre lehetőség, ott tovább egyenesen. Nem, itt nem. És itt van egy ajtó, ezzel, hát ha valami. Itt van egy láda. Gyere le ide. Megyek. Van egy rendfenntartó mellény benne, nekem legalábbis. Hol vagy, messzus? Ami, na náhogy rosszabb, mint a mostani, úgyhogy megy a levesbe. Köszöntük szépen a lehetőséget. Úgy, egy szövet. Hát mentél a másik izébe? Aha. Lépcsőházba? Nagyon kusz a basszus. Aha, ott vagy, jó. Igen. Hol a láda? Ott bent, ott. Itt. Ja igen, én ezt megnyitottam. Ja, akkor feleslegesen lerohangáltál. És akkor hát, hogy kéne, oda kéne arra, te látod, hogy merre kell menni? Arra kéne menni. Aha, látom. De az kint van szerintem. Ki kéne jutni ebből a labirintusból valahogy. És akkor szerintem itt lehet, hogy a másik lépcsőházon tudunk kijutni végre. Na, itt van valami kiút. Na, végre. Jó van. Csak kijutottunk. Ellenségek lesznek, ugye ez? Ó, messze vannak még. Ja, nem, itt van a kerettem. Hol? Én nem látom. Egy sincs itt, én nem láttam semmit. Ott két srác fekszik, biztos jó buli volt tegnap. Jó kis paradicsomlevest tettek, szóval... Fincsi. Az ott egy civil? Ott meghalt, vagy nincs? Igen, összeesett. De mi? De hogy esik össze? Figyelj! Tökre azt hittem, hogy hátrafelé csinálni, ezért nem egy hídba. Szia! Ja, bácsi, segítsek? Vagy lelőjelek, hogy akkor hamar meghalsz, vagy nem tudom. Kegyelem lőtt, tessék, lelőttem. Vérzik amúgy attól még, csak így nem érzi. Szedjük össze ezt a valamit. Jó, megvizsgáljuk. Ú, de jó, ezt megvizsgáltuk. Jó. Sok lesz már Zekóból. Ott megint vannak ellenek elvileg valahol szembe. Ott vannak a kis ganék. Szia! A fene, leütlek. Na, üsjed már! Üsjed már! Úgy! Fölé ütött. Megerőszakoltad szegényt. Meg. Belenyomtam a puskatust a szájába. Hogy jól lakjon. Itt szerintem ugye nagyon, nagyon lent mutatja ezt. Lehet, hogy megint ebből csatornámban mászás lesz. Le kell menni. Igen? Na, nem azt mutatja, hanem azt mutatja, hogy erőjünk még. Pedig itt lent van a dolog. Itt vannak ellenek, ezeket jöjjük meg szerintem. Ú, cleanerek ez az a palackodat, hagyd lőjem ki, te drága. Nem. Ez az! Olyan satisfying. Oha, de milyen szép volt, pont felértem, hogy a felrobban. Ja, nézd ki az életerőmet, mert valamiért mindenképp shotgunon akartam megölni a drága tisztító kollégát. Ott azt pont kilóg a... Ez az! Ez jó, mert ők ha lebújnak, akkor is, hogyha fejük kilóg, akkor a tartál is. Jó, hát igen, semmi igen. Út. Az egyik fegyvered szintje túl alacsony. Hát... Adjál jobbat! Igen. Köszi játék. Neked ott hova mutatja, hogy hova kell menni? Még tovább. Itt ugyanúgy le kell menni, ahogy nézem, vagy nem? De itt is le kell menni, csak ő itt akar valami engem levezetni a csatornába. Hát jó, akkor jön, megyek itt, találkozzunk középen. Na, nem tudom, miért akar ilyen kerülőt nekem, de jó van. Vizsgáld át a területet, jó van, hát azon vagyok. Hello. Igen, ez megérte egyébként így körbejönni, szóval köszi játék. Helyreállítás sikeres. Echo aktiválása, jó. Várjak.
Este van, most nagyon este van egyébként, ilyen későn nem is live-oztam még szem sose. Csak így alakult így a nap, elment a nap. Jó, kivizsgáljuk. Egészséges, foglalkozás munkanélküli. Ez egy jó foglalkozás lehet. Ez kicsit ilyen izé, ilyen Watch Dogs feelingen valahogy. Ja, igen, igen. Mondjuk ott azért volt a durvaságú benne, hülyeségeket kiírt. Ja, igen, igen. Mondjuk azért a Watch Dogs az egy hulladék volt sajnos. Nem tudom, engem az nem fogott meg az a játék. Engem el a koncepció se fogott meg, de aztán a végkifejlet az még katasztrofálisabb lett. Ott nagyon felhypolták sajnos. Hát persze, ezt meg az is jártott neki, hogy mondták, hogy ez istenem, az évjáték lesz minden, aztán... Ennek ére sokan megvették. Igen. Emlékszem, még annó tesztnél írták, hogy izé, miért húzták le. Mert már csak az 6 pontos, hogy izé leveg a kabátja. Kéne egy ekkót keresni itt, mi? Vagy valami. Itt van egy ajtó, csukva. Innen pont volt ilyen túlzmentős küldetés. Szabad, oké. Na, Mizu? Téged keresnünk eddig? Mhm, őt. Na, akkor kérjük a jussunkat. Ezt így, egy kaptam egy golyomáró mellényt, ami szarabb is, mint ami fönn van rajta. Hát, köszönöm szépen. Jó, megkérdni, mindig a szaladatokat kapom. És egész jó. Golyóálló mellény, szerbusz golyóálló mellény, ennyi voltál. Kuka. Kaptam érte 2 szövetet, nagyon worst it. Kőműves maszk, jó van, köszönjük. Most nem akarunk ilyen váraépítésbe fogni, mint Kelemen kollégánk. Maradunk a készenléti masznál. És akkor mi legyen? Hova menjünk? Lett egy pár mellékküldetés. Akkor adjunk a mellékküldetésekre, azok adnak másodikként legjobb XP-t szerintem. Igen, ez például 4025-öt ad, ez nem tudom, neked megvolt-e már. There's something back here for you. I can only say that regardless of how it may appear on the physical plane, this is surely a manifestation of your own conscious positivity. Karma. Jó, csak majd ki kell nyitnod egy... Karma. Bizét. Jönnek a neve. Lekrényt. Szárt ajtót? Aha. Van még egy lockpickem szerintem, úgyhogy nem gond. Nem is zárt, csak oda mész, ezt kinyitod. Ne. Ez ilyen lezárással küldinek. Ja, hogy most az kell. Akkor azt csináljuk már meg, vagy most ég annak a része? Ja. Na akkor utazzunk oda gyorsan. Ja, hogy ott van az a mellékületés, és akkor most ezért vissza kell utazni. Jó van, akkor visszautaztam. Zárjuk le ezt a dolgot, engedjük el. Pár szerencsére ilyen közelre, gyors utazás. Na, úgy itt is vagyunk. Itt vagyunk, ragyogunk, lejelentünk a bácsinak. Szia, bácsi. Nem neked kell? Kinek kell? Hát neked kell. Téged ír. Mutatja, hogy van valahol egy izőt, ki kell nyitni, nem? Nem az volt. Vissza a Garment terület rejtek helyre. Ez az, nem? Térj vissza, itt vagyok, basszus. Normális vagy? Zavar van az erőben, úgy tűnik. Igen, ez megint ez a múltkori bágos küldetés is az volt. Hozzád kéne menni akkor, hogy kihez? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hát hozzád kéne, basszus, de nem csinálsz semmit, te gané. És még fejbe se lehet lőni. Ütni lehet, ütni se lehet. És komolyan ott van a térképen, meg minden, és nem tudok semmit csinálni. Az, akkor ide utazok még egyszer gyorsan, vagy nem tudom. Tessék, gyors utazás. Imádom, amikor... ilyen van. Hú, jövő héten lesz a Splatfest? Hát akkor megpróbáljuk azt elérni majd. Thunder, majd beszállni. Na most, újra ide utaztam, izé...
valami lesz, akkor rohadjál meg. Tudod mit? Rohadjál meg. The billboards, they keep going out. Same as them office lights. And the heater keeps fading out. I think we bought the power. 12-es küldetés, megnézzünk. Küldi? Aha. Vagy már 12-es? Nem. The billboards. De csak egy szint, a fél szint. Aztán visszajövünk ide, hát ha addig rész ezt ére játok, mi nem tudom. De most egy erre bekaphatja. Azt mondja, Patus, rossz vagy, miért akarsz mindenkit fejbe lőni? Ez mindig megoldja a dolgokat. Én jó vagyok, én csak egy kutyát öltem meg a játékba. Azt is így véletlenül, hogy véletlen elsült a fegyver, csak így. Igen, véletlenül. Pont arra nézett, mikor próbálgattam a ravaszt. Én véletlenül már vagy két patkányt, három madarat, meg három kutyát talán. Hát jó, a patkányért nem kár, a madár az meg izé, megy a sütőbe. Azokat azért, pont éhes voltam, aztán gondoltam csinálni egy jó kis varjú pörköltet. Na az lett jó, az volt, ez lett volna egyébként, hogy felveszed, és akkor ilyen konzervkaját tudsz így felvenni belőle, valami. Egy kis konzervvarjút itt odaadsz a menekülteknek, vagy valami. Viszont az a vicces, hogy ha lelősz egy patkányt, akkor kéken mutatja a sebzést, hogy páncél lenne, tudod. Hát ezek ilyen izé. Őrki patkányok. Meg fertőzés van, meg minden. Most én is lelőttem egy patkányt. Buliból. Itt egy kutya. Viszont láttam már másfajta kutyát is, láttam dalmatát. Van elég sok fajta, és még szarnak is. Ja, igen, igen, láttam. Itt most, na, mondjuk majdnem itthon, majdnem mondtam, hogy már milyen messze van, aztán rájöttem, hogy mindjárt ott vagyunk. Ilyet nekem ne mondj, hogy mindent megold, Chris, nehogy ezek legyenek az utolsó perceid. Itt is egy kutya, hogy szia. De miért ilyen ellenséges mindegyik kutya, hogy vicsorog rá, meg minden, rohadjon meg. Nem tudom. Gonosz ez a város. Hopp, felrúgtam véletlen csomagot. Az is jó szórakozás lehet, hogy Thundery Metal Gear Solidba altató lövedékkel a galambokat lövöldözni. Na és ide kell jönni, és akkor itt be kell menni. De mondjuk lehet, hogy shotgun kéne menni. Na, nem tudunk átmenni ezen? Na, már most apró pénzt kell adni, azért. I hope. Remélhetőleg nem fogja elhalálozni. Tehát, hogy ketten vagyunk, meg hogy kicsit. Mondsz egy izért, egy scant. Aha. Most már mindegy. Igyez. Ja, tökre azt nézem, hogy miért ilyen furán lő a fegyverem, aztán rájöttem, hogy gépfegyverem vagyok éppen. Ínye. Na jó, eledobok egy túrekot a lentre, aztán meglátjuk, hogy használ. Hoppa, itt már shotgunosok vannak. Igen? Mhm. És rohadékok. Fogják a fejüket? Ott eltaláltam az egyiket. Még egyszer kéne találni és meghalni. Hát, megvan. Másikat meg pont előjött, úgyhogy azt szerintem rövid távon meg fog halni. Vagy én. Fejlővés, kétszerező 50. Jaj, fejlővéseket kapok plusz XP-t, tök jó. Itt nincs semmi. Az benne az, hogyha kilöved a lángszorosoknak a tartáját, akkor ezzel nem kapsz plusz XP-t. A már a látvány megéri, nem érdekel az XP. Nem is fogunk rájuk puskát, miről beszél a Skirito, hát mi csak itt megyünk. Hát van a kezünkben egy puska, azt nem fogjuk rá. Hoppá, valaki nem fizet, már megjön a villanyszámlát. Sorry, Rhodes. I need to commandeer this mission. What the hell are you doing? Before the CCTV feed dropped, I ID'd the bodies in that room as division agents. Agent, your other tasks are on hold until we figure out what happened. Keresd meg a biztonsági kamera felvételét. Biztos itt lesz a felszínen.
There's a police substation nearby. We're sending you its location. It should have the feeds from those subway CCTVs. Hoppá, visszavettek. Gyűrjet egy hozzáadó, aztán legyen boldogság. Igen, sikerült, pont oda sikerült a fedezék mögébe dobnom, zseniális vagyok. Az nagyon szép. Nem most látszott direkt volt, hogy ne legyen nagy fölényünk. Megvedett szegény töretet is. Sadgános ide találsz. Jó van, Sadgános, most már mindjárt meghal. Szeretett a sörétes puskás ellenfeleket. Főleg, ha közel jönnek. Ő milyen szépen ide támaszkodott az izé tűzcsaphoz. Hogy még mindig jönnek, én meg itt lazán sétálgatok. Ez egy mesterlövész. Csak egy. Állj meg egy picit. Azt tuti. Jó. Az ott egy buksi, még egy buksi. Még egy buksit és meghalsz. Ha így is jó. Még jönnek, mi? Rohadjanak meg. Most már bedobom jó helyre a túrát, mert esetleg ott az autó tetejére oda kéne rádobni az autóra. Az autóra. Oda! Az pont jó lesz. Már nincs élet a túl embernek, az hova bújt le. Itt jobbra viszont jönnek. Az kapat. Basszus, ez nem jó. És ráadásul. Na jó, ebből tatyó lesz. Gyere ide közel, ha kell élet. Én erre meg vagyok, de vigyázz mögöttem. Jó, ez a lilát letudtuk. Ez is. Ott balra van még egy ilyen. Igen, itt van tonna lettem, egyszerű. Jó, a lábát kirőttük elég durván. Lábújkörmét szegénykének? Meg ne sántulja. A legjobb, amikor verekedős játékban van, úgyhogy úgy nyersz, hogy gyakorlatilag bokárul az ellenfelet. Igen. Nagyon reális. Nem látom a mesterlövést a füsttől, basszus. Ah, megkapta a fejlövést azért. Térképen nem is látom. Csak azt mondja, hogy most vissza kéne menni, most szivatos feljöttünk. Ja nem, itt van, ez egy másik hely. Billentyűzet használata. Jó van, használjuk. Megkeressük jól a biztonsági felvételt. Ennyi volt itt. Milyen jó, hogy biztos nem Windows van a gépeken, hogy ilyen gyorsan megtalált mindent. Nagyon nagy hacker vagy. Ja. Ott vannak ellenfelek, mennyi látom. Nem jöttem odáig? Hoppá, az is egy csat volt. Which means the biztos fájt neki. Like the box are still sitting on that van. Ah, leszettem, amit kiszemeltem magamnak. Elveszed a prédát. Mi ez? Magic game. Fegyver volt. Valami gagyi, amit lehet megint eldobni. Itt is vannak valahol. Ott az egy civil. Na segítsünk neki, aztán majd utána jöttek az ellenfelek. Mégse. Mégse kell? Hát rohadjál meg, ide jövök erre. Nem kell neki semmi. Na jó, oda dobok valamit. Megijedt. Oda dobok valamit. Így is annyit tudsz mondani, biztos. És komolyan ide jössz az arcomba, normális vagy? Felrobbantja magát egy gránáttal. Én meg kilőttem mind a 32 fogát egy sörétes köverékkel. Komolyan ide jön mellém, aztán csodálkozik, hogy ilyenek történnek. Normális? Jó lehetett. Szevasz, Laci! Itt van egy tasak, ha nem mennem ettet. Van három. Ja, neked csak három most a max, nekem már négy. Alkatrészek felvétele. Na hozzad akkor te. Ha így felkapsz, akkor már legyél legény hozzad. És itt bent lesznek, mi fogadjuk. Kirakatból elkezdenek mindjárt szana szétlőni. Nem egy kent. Ajaj, ez egy izé? Nem, ez nem Józsi. Csak úgy, olyan bátran jött, hogy azt hittem, hogy Józsi. Megdobok egy túretet. Neveljünk parlagon. Elég itt is, még mindig ez a kis shotgun. Még ez már igen szerettem, nem? Hát azért szerintem valami season pass-es plusz tic volt. Hát
Azért is leütlek. Azt hittem beragadtam. Rágóba léptél? Szevasz Gellért! Én jó vagyok, köszönöm. Épp érvezem New Yorknak a csodálatos szeméttetei látványvilágát. Krisszel próbálunk takarítani valamit. Kitakarítjuk a takarítókat, pontosabban. Ja. És te hogy vagy? Kellett. Nem dobod el, nem dobod el. Eldobta végül? Meglődöztem. Ott, ott van írva. Én már nem nevezgetem őket veteránnak, meg izének. Elitnek. Lila. Az a lila. Ennyi. Az a sárga. Ez meg egy halott. Kellenátos. Jól vagyok, hogy a civilek azok így el vannak. Így sétálgatnak, így harc, vagy izé keresztizme, meg ilyenek. Igen. Pont nekem dobtad, mi ezt a gránátot, te rohadék, te. Shotgunos, és pont idején megint az arcomba ez is, hihetetlen. Meg is járta. Kapott két shotit az arcába. Nem szó, hiába szaladsz, menekülsz, úgyis az lesz a vége, hogy, hogy lemész párgába. Ez nagyon, nagyon derék, derék halál volt. Itt van egy izé, újra töltő. Jó, szemmagok. Hát szerintem Volex a Dark Zone-ban most így ketten nem igazán. Hát mehetünk még, csak most próbálunk kicsit fejlődgetni, hogy azért a későbbi sztori küldetésekre is tudjunk így rámenni. De azt nem tudom, megnézhetjük amúgy a Dark Zone-t. Majd. Ha majd meglátjuk. Most öt figyelj, hát igazából megérhet szerintem annyit, csak én személy szerint inkább olyat néznék, amikor már rögtön egyben van minden csomag, és akkor nem kell külön vadászni a GameCube-hoz a kontrollert, meg ilyeneket. De persze az én véleményem, attól még maga a kép megérhet annyit, csak én biztos úgy vennék, hogy akkor már úgy, hogy van hozzá minden. Hogy beszél meg esetleg aki erősítje, hogy tud-e szerezni hozzá ilyet olyat, és akkor megvennéd úgy tőle az egész pakkot. Hogy firpó? Hogy firpó patus? Vagy te is hogy vagy firpót akartál kérdezni? Mint Gellért? 14 ezer évet te patus? 11, nem mindegy. Inkább vegyél egy jó kis Wii U-t, patus, és akkor splatoonozunk ezerrel, meg Smash Bros-ozunk, meg ilyesmi. Jó, az mondjuk az pont nem, de mondjuk Mario Kart-ozunk. És ha veszel plusz kontrollert és áthívod Chris-t, akkor még tudunk úgy is, hogy ti együtt vagytok egy képen és úgy online. Na, hozoda, izét? Hozod, jó van. És ha nem értek, tök kell? Nem ide. Nekem ide mutatja. Ide. Nekem ide mutatja, de nem tudom hogyan, mert ott egy par... Ja, jó, a másik oldalon mondom. Nehéz lesz betenni, úgyhogy egy taxi parkra előtte. Jó, nekem itt az utca közepére mutatta. Miért lett Firpo a nevem? Hát, miért? Ki az a Charlie Firpo patus? Meg. Na most kérdés, honnan fognak jönni? Unfortunately, you've seen a switch and run. You're gonna have to hold out there for a second and make sure everything powers up properly. I'm sorry, it's an exposed position. The Rikers aren't stupid. They'll be coming for you. And after what you did on the way in, they're gonna be out for blood. Oh, yeah. Warning, hostiles detected. Okay, de hol? Te már érzékelted, mi semmit nem lát. Ott jönnek szembe, jól látom. Ott. Ott jön. Shotgun, most az úgy, rövid távon. Szerintem pont egyszer lőttünk bele. Igen. Úgy. Ezek a ének, meg a Józsiknak az erősebb dolgai egyébként. A Shotgunos? Aha, ezek a kis villámosok. Mi legyen a Pisti, vagy mi legyen? Legyen Béla. Van a Józsi, van a Géza, meg a Béla. Aha. Jó. Jó, az kányát. Ott messze van.
Ja, itt most újra indítjuk ezeket a reklám videókat. Balra jönnek. Dobtam egy gránátot nekik, remélem, hogy érték. Van egy olyan gránátos. És ott is. Ott egy sniper, vigyázz! Most már nincs. Aha, itt ráadásul egy sárga sniper. Ajaj, most szerintem az egyik sniper talált el. Ja, sárga sniper, azt nem is láttam. Igen, másikat lőttem le. Akkor szerintem azt talált el, mert gyakorlatilag majdnem meghaltam. Igen, el is a kacsikat. Őt kéne nagyon óvatosan leszedni, csak ne futkároznak közben itt a sok Béla. Új, itt nagyon sok Béla jön. Fenébe. Leszedtem a pajzsát. Egy lövés, mégis meghaltam. Hát én itt most a Bélákkal küzdöm. Ujjjj. Pont meg itt egy rád. Üst, üst, ez az. Üst még! Jó van. Na jó van, én egy turretet adodobok. Bodók legyenek. Szerintem ledobok ide egy tatyót. Persze, hogy ide dobsz egy gránátot, ahogy ledobom a tatyót, te! Galád, Galád Géza, vagy nem tudom melyik volt. Itt is tették az időt, töretet. Jaj, hogy miért pont Charlie Fieldot? Volt? Hát igazából... Figyelj, elég sok Charlie van így szerintem Batman-es filmekben, mint karakternév. Hát így ezt tetszettem, nem tudom. Volt még egy az opció is, hogy mi is volt? Yes, Edo. Hogy volt zenei? Mindegy, a nincs kettő négy nélkül, az a hosszú nevű nemes család. Ah, Guido, vagy nem Guido. Guido, Diaz Védo, az megvan nekem is, azt mindig mondták a végén, hogy Diaz Védo. Hozzátették. Igen, Diaz Védo, igen. Na, soha a többi nem Guido. Be. Valamiért. Aha. Most a boss, a izé, mesterlövész. Jaj, de jó lesz. Nézem. Ott is van kettő adatot, amit meg kéne kapni. Pont elbújt. Addig jó, hogy bejön, csak hogy le tudunk szedni másik kettőt. Na, az megvan, jó van, megvan. Maradt még más? Nem maradt senki, nem? Szerintem nem, csak az. Hát akkor az meg... Az húzós lesz. Egyszer eltalál szerintem nekem annyi. Hát majdnem. Jó, tatyót adogunk, mert itt mindjárt meghalok. Megint sikerült föntre dobni. És oda kéne dobnom egy turretet. How? Azért belém is jó sokat sem lesz. Uh-huh. Hát gyakorlatilag majdnem megöl. Igen. Na jó, ott egy turret, hát ha lesz valami. Szervusz, Volex! Jó éjszakát kívánok! Holnap, Eli, mikor lesz? Nem tudom. Az első szerintem valamikor késő délről. Az, hogy bement a bokor mögé, véletlenül se találd el, vagy lássad. Igen, igen. Nagyon rossz. Szerintem beflankenem így oldalról. Én is átfutok ide. Ha lefutott, lefutott. Zárt tűz alatt. Ez nem jó. De, egy gránátot bedobok akkor neki. Ha? Mit szólsz? Szóval most majdnem leszett az egész életemet. És most le is szedte. Ó, hogy rohadjon meg. Na, mindjárt meghal. Mindjárt én is. Igen, meghaltál? Aha, felőtt. Rohadék. Álljál, akkor kap egy... robbanót tőlem. Hát, ha ez fáj neki. Ah, meg is halt. És akkor fel is érhettem rögtön végig a küldetésnek, és fel is érhettem. Kaptam egy shotgun-t, ami biztos, hogy rossz lesz. Ó, kék cucc van nálam, na. Mikad? Felfedező hátizsák. Na, nézzük. Valami jó cucc van-e benne. Jéj, kaptam vízálló cipőt. Életfontos dolgai. 72-es hátizsák. És ez mit ad? Összehasonlítás. 30 páncél, az 50 páncél védelmi érték, az mondjuk jó. Viszont a mostani az 5 égés járnálás. Pulsz kritikus terálti. Ah, jó lesz ez. 72-es, lecseréljük. Mi van még? Páncél? 26-os? Na, az már valami. Visszamegyek a főbázisra, jó, Charlie? Mennyi? Én is megyek majd lassan. Tényleg amúgy, hogy szereted jobban, Charlie vagy Dávid? Amelyik tetszik, mindkettőre hallgatok. Jó van.
Azért mondanám a Charlie-t, hogy akkor benne a nézőben is jobban rögt a Charlie. Lesz-e holnap Splatoon? Hát figyelj, Thunder. Bármi lehetséges. Figyelj a kajádra, mert a macska éppen nagyon odalavírozik. Szóval, milyen sárga. Ez pont egy nem jó sárga, amit kaptam, úgyhogy most nem fogok. Én is, nekem is el kell menni a bázisba, hogy upgrade-eljem a cuccokat. Én meg veletlenül rossz helyre jöttem. De ott maradt a doboz a térképen egy pillanatra. De nem láttam semmit. Itt is egy küldetés, ez 14-es. Ó, hol a fa? Kimentem a pályáról. Na, hol vagyunk? Hol a bázis? Teljesen eltévedtem, gyerekek. Á, ott van, jó van. El is fejtettem, hogy hogy jöttünk ide. Én mindig a két időt szoktam figyelni. A két medical wing-es küldetés, mert az között van, tudod. Hát csak ugye most már teljesítettem, így már szürke is így annyira kell, nem lesz észre az ember könnyen. Aztán lassan szerintem záróra lesz majd. Nem, hát tényleg később van, aztán még kéne itt valamit filmezni Orsival. Mit nézzünk? Kaját nézzünk. Kaja mellé kell valamit nézni is. Nem járja. Na ilyen, ilyen sokáig izé, ennyi alatt oda gyalogolok, basszus. És jól látom, hogy van a Dark Zone-on belül is mellékküldetés. Szerintem találtam valami mellékküldetés, ikont a Dark Zone-on belül. Az mondjuk baráti. És akkor most mi most műszaki pontokat kapunk, jól látom? Ja, de jó, és itt ki is írja, hogy most ellátmányban van 260-am, akkor arra is tudok pakolni valamit. Meg ellátmányból is van egy szép adag pontom, jó, akkor azt hiszem az egészségügyi szárnyat is kicsit megfejleszgetjük. Dehogy nem. Megszorolj. Ó, ne menj tovább, ne sétálj el. De jó, mi a valakomesség. Thundernek most jutva egy magyar játék. Gratulálunk, Thunder. Na mit ad ez? Mit ad ez? Kritikus mentés. Használj ezt segény csomagot alacsony életerőn, hogy 40%-kal növeld a sebzés ellenállás 10 másodpercen át. 10%-kal nő a kredit. Üzér, szövet, tehát óvintézkedés, megnövi a vírusvédelem értékét egyjel. Az mondjuk jó, mert akkor hát ha lesz egy olyan régió, megint ahol az kell. Tanácsadás vagy gyógyszertár, melyik legyen, üzér. Harci cimbora. Eresz fel egy esett ügynököt, hogy... Igen. Hát... Hol lesz a tanácsadás? A kredit. Jól jön mindig a kredit. Úgyis mindig csóróság van. Looks perfect. I can't 60%-on van már. Felvegyük a sárga szányra, ott is jó, szétfejlesztjük. Épp most dilemmában vagyok, nem tudom, hogy melyiket fejlesztem. Melyik sárgánál? Aha. Képzettség, fürkész, akna. Ez jó pofa! Igen, viszont az vele a gond, hogy nem tudom, hogy szerintem ez csak úgy keres random egy ellenséget, tudod, nem arra megy, akire ráküldöd. Hát legközelebbi, nem tudom. Autót adom, megkeres és felvesz az pontokat, felrobban a közelükbe érve. Generátorok, ez a tapadósnak fejleszt valamit. Én a gépágyút szeretném. Szerintem azt fogom fejleszteni. Aktív érzékelő, megnövekedik és a célpontok letapogatása kerülnek látóvá válnak. Az jó, ez jó. Lángszóró. Lángszóró az anyja nem menő. Tézer, elektromos lövedéket bocsájt ki. Anyja nem. Víz. Központi fűtés. Szerintem én ezt a izét nyomom be, ezt a víztisztítást, és akkor kicsit erősebb lesz a
képernyő. És mivel van még 200 pontom, így még be tudunk nyomni egy olyat is, hogy... hogy... központi fűtés, vagy műholdas kommunikáció, vagy újra kalibrálás, statisztika váltás. Újra kalibrálás. Jó lesz ez. Na és már is 40%-on van a királyság. Az igen. Hm? Én egy olyan táskát kaptam, öcsém. Ugyanúgy 12-es szintű, mint a mostani, ugyanúgy kék. Viszont a mostani az 39 páncélt adott, ez pedig 75 páncélt ad. De hogy megtalál engem az összes ilyen izé... Szervusz Soma. Szia. Értem. Viszont ez kevesebb életet ad. De csak 3330 életem lesz, és 4710 van most. Most szereztem egy fejlesztő állomást. Fejlesztő állomást lehetővé teszik felszerelése bónuszoknak tulajdonságainak módosítását. Egy bizonyos pénzösszegét cserébe megváltoztathatsz egy tulajdonságot a felszereléséd, egy másik véletlenszerű tulajdonságra. Na, és akkor itt ez pont oda megyek? Szóval van, pont oda mentem. És ez mit csinálsz már? Megnézzük. És akkor itt lehet választani egyet, és akkor valahogy valamit benyom. Sorsoljunk egy, és kiírja, hogy milyenből sorsol. Na, sorsoljunk valamit. Mit sorsoltunk? És akkor lehet választani megzavarodás ellenállás, extra ölési TP, vérzési ellenállás, legyen extra ölési TP. Jó, ez jó pofa, itt lehet az izé tulajdonságait, ha itt még nem fejlesztetted föl ezt a cuccot a sárgánál. Szerintem olyan, ami nekem még nincs. Én pont most fejlesztettem föl. És ide a kékre pont nem tudok semmit fejleszteni szerintem. És megnézzük, hogy... van-e valami cucc. Elmorzsoljuk a többi cuccot szerintem. Erre valami újdonság, nem? Ó, itt van egy jó távcső. Ó, ez tök jó. Kék, 11 szintű. 11-es szintű. Itt nincs semmi új. És rá tudjuk nyomni akkor erre a jobbik távcsövet. Ezt. Nagyobb tár, ugyanaz. Ugyanaz, jó. Képességek. És igen, most fejlesztettük ennek, hogy van olyan, hogy megnövekedik célpontok lepapogatásra kerülnek. Szerintem azt fogjuk használni, mert ez olyan hasznosnak tűnik, hangzik. Adottságok. És tök jó, hogy mindig egy helyünk van csak az adottságoknak, úgyhogy olyat kell kiválasztani, ami nagyon jó. Igen, ez amikor ha medhitet használok, akkor a társaimnak is nő. Alacsony életerő, igen, 40%-kal növeli. Igen. Igen, egy megenességű belvény képzésem használom, igen, nem. Maradunk ennél, most egy nagyon ilyen jó dolgok itt nincsenek. Jártasságokból is elvileg most kaptunk újdonságokat. Megnöveli a fogyasztó víz hatóidejét, meg ilyenek. Feloldalt járjak értékeinek váltását az újra kalibráló. Ja, hogy igen, akkor most annyi, hogy nem random dob be nekem valamit, hanem kisorsol párat, és abból tudok így választani. Ez egy képesség, és ez tök jó. Na jó, szerintem egy küldetést még nyomjunk le. Aztán... aztán pápámára. Mi legyen az? Mi legyen az? Mi legyen az? Ott van egy sárga a kórháznál, mit szólsz? Egy találkozás. Nem, ott van egy mellékület is rögtön mellette. Na, az jó lesz. Mehetünk.
magós. Na, végre kijutottam. És rögtön előtte lesz ez a sárga, akkor már azt is megcsinálhatjuk. Gyorsan leaprítjuk az ellenfeleket. És borottság lesz. Ennek a Season Pass-t azt megvetted hozzá, ugye? Mhm. Uh-huh. Eleve Gold Edition-t vettem, aztán meglátjuk, hogy megérte-e. Itt vannak ellenfelek elvileg. Ott vannak. Gonoszkodnak valakivel. Most sikerült egy olyan szkópot rátenni, amíg nem is rendes szkóp. Vagy lehet, hogy jó tulajdonságokat adna, nem is ilyen mesterlövész, hogy nem tudok bele zoomolni. Na jó van, rövid táv van, lezárt a rövidet. Ilyen cucc nem kell neked? Ilyen. Kraftoló cucc. Nem. Franc akar kraftolni. De most már valamikor majd ránézek, hogy mi van, mert tényleg valami jó fegyver kéne most már. Mert így el vagyok még valamennyire sniperrel, csak azért érzem, hogy már dövülés kell az ellenfelekbe. Uh-huh. Én most a gépfegyveremet azt kraftoltam, egész jó lett. Na, szerintem dobta nekem ezt, amit most van éppen nálam. Tök elmegyek mellette és így rögtön... Azt hittem, ti segíteni jöttetek! Igen. Mit tártottam? Rögtön mindenki. Kiderül, nem szabad futkorászni, körülbelül mintha az iskolába lennél, tudod? Ja. Kiderül majd a vége, hogy mi vagyunk a rossz hiúk igazából a játékban. Ja. Zavard meg a fegyverkereskedőket. Ez elég zavaró, egy gránát? Mit szóltok? Hú, hát szegény jó, hogy úgy megzavarodott, azt se tudja, hogy hova üssön. Itt egy Béla megint? Kisebb gennyával? Uh-huh. Kapott egy kis sörétet az arcába, azt az nem tetszett neki. Ah, annak a többiek nem itt van még egy. Most már nincs. Ne, csak ez az egy volt? Mhm. Hát jó. Hát ez ilyen kis lájtos, nem mellékületés volt, csak ilyen kis izé. Mondjuk most meg kell majd védeni, biztos. Jeleved meg. Aha, szokásos. Szervusz, teljes ember! Majd itt van egy kis láda amúgy. Na, majd a végén utolunk. Van jönnek. Áh. Te este egyébként az előző live-ba hallottad, hogy emlegettelek, hogy láttalak itten Division-be és be is jelöltelek? Már ha nem fut még egy másik teljes ember itt a Division-be. Teljesnek PlayStation 4-e van? Nem tudom, én most azért kérdezem, hogy ő-e. Én egyelőre más teljes ember még nem futottam bele sehol. Azért én automatikusan be is jelöltem, mert azt hittem, hogy ő az. Ott jönnek is kifelé, talán kapcsolatban. Hát látom, hogy jönnek, szerem őket. Mit szólsz itt a játék? Na jó, pigroljuk az új turrettet. Mire jó. Megint berúgtam pont, mondjuk elég hülye helyre, de nem baj. De mit rohangálsz ide tök közel? Kapnak sörétest az arcukba, ilyen közel rohangálnak. Össze-vissza járkálnak, nem normális. Nem, most nagyon össze voltak zavarodva. Nem tudom, mi volt velük. Valami buli volt ott a balházba. Ja, az tuti. És ott van valami zúgt is. Ládát ne felejtsd el. Mm-hmm. Hol is van az a láda? Csak lesz a side mission-t, mondtad, ami itt van? Aha, és itt lesz egy side mission, az még ez neked sincs meg? Nem. Na, akkor végre valami van, hogy nem újra csinálsz. Jaja. Igen, teljes PS4-et vett, jó helyet, ennyi. In addition to the public service and yada yada yada. Over. Csinyi dolog. Már mindkettő megérje maga árát. Itt
balra, mintha jeleznének gonosz embereket. Megöljük őket? Ott vannak ketten. Jutolnak. Szia! Ennyi volt. Ennyien vagytok? Hát ez gyors volt. Én kaptam is tőlük egy zöld valamit. Jó. Miként vagyok én téma? Hát mindjárt elmondják a srácok szerintem chatbe, én ne ismételjem magamat. Batus már le is írta. Batus már le is írta. Helyes, helyes. Itt van valami zöld dolog. Itt föl kéne mászni? Aha, szerintem igen, föl kéne mászni. Yay! Érd el a highlight. Ja, meg ilyen kapcsolgatos útkározós? Nagyon jó lesz. Aha. Jaj! Majdnem leestem. Na, ja, én meg lefelé akartam menni, jó van. Akkor nem tudom teljes ember, hogy hogy láttalak én téged. Jaj, a gomb. Elrohantam mellette. Hoppá, az ott nagyon-nagyon távol van az a harmadik gomb. Jézusom. Még jó, hogy ezt nem... gomb van elméletileg? Pont bejöttél mögém és nem láttam az ellenfelettől a vállattól. Bocs. Semmi gond. Megoldottuk. Úgy, szia. Kapsz egy kis sörétet az arcodba, jó legyen neked. Na, vedd már fel ezt a vadász izét, te. Vadász grényt. Na, azért. Akkor úgy tűnik nem teljes volt. Nem jó volt, hát... Akkor csapjál oda, hogy valaki ellopta a nick nevedet. Van a szender. A szegény meglepődhetett, hogy írtam is neki egy üzenetbe, hogy szia teljes, meg minden, hogy felvesztlek, nem gondolná. Itt, hát nem, ott nem tudunk átugrani. Le kell mászni. Itt le kéne valahol mászni. Itt le lehet ugrani, mert egy kicsit kicsebb a zuhanás. Már itt is levesz az életerőből. Fönt lesz egy újra töltős láda, ahogy nézem, térkép alapján. Sőt, itt egy nagy loot láda van lent. Hol? Itt lent, ahol vagyok. Akkor mindjárt leugrok. Páncélt kaptam belőle, kék páncélt, de nem jobb, mint a mostanim. Leugrok. Ja, nem eleget ugrottam le. Ájjá, hova ugrottam le? Akkor még egyet ugrok. Jó, ebbe fog belehalni ezzel. Hol van az? A láda? Szállj már le innen, há, na! Ennyi, úgy. Nem akar velem egyszerűen. Battlefront. Hát, az pont azt vetted meg, ami pont egy multis játék. Akkor remélem el a PS Plus-ot van hozzá. Rendfenntartózsák. És akkor ebbe a belezok akármit, akkor rendben lesz benne? Olyan táska, amiben nem lehet kupi. Mennyi hátizsák van. Tehát Hermione-nek a táskája. Ja, hát ez ilyen minden női táska, az nem csak orrás táska, az minden női táska. Beteszel izé félfürdőszoba, három tégla, ilyenek. Igen. 17-es, ez nem jó, ez se jó, az se jó, az még szarabb. Na jó, van a hátizsák szekciót itt kicsit össze megritkítom, mert tele vagyok minden szeméttel. Szerencs, hogy ez nem időre megy amúgy. Mi? Mondom, szerencse, hogy ez nem időre megy ez a külön. Ott még két pont, aztán meg is vagyunk. Teljes, ha van PS4-ed, akkor a Bloodborne semmiképp se hagy ki. Hol mentél ki, basszus? Hol lehet itt kimenni? Nem ki, fel. Ja, vissza kell menni? Mhm. Jaj, ez csak ilyen kis kitérő volt erre, jó van. Akkor visszamászok én is a szemétkupacra. Ja nem is ott kell visszamenni, nem onnan föntről. Igen. Vissza a létrán és akkor leugrani. Hát igen, az mindig nehéz kérdés, igen teljes ember, hogy most ez tetszik ez a játék, csak semmi pénz nincs rá. Lassan én is odaérek. Te meg már tűzharcba keveredtél közben? Jól látom itt. Á, nem. Nem nevezném ezt tűzharcnak, meghaltak. És piros felkiáltójá volt melletted.
Itt van elvileg valami ellenfér itt valahol lent. Ott van lent. Ott áll valaki. Ott gonoszok, azokat elővöm. Ha nagy már. Nézd meg fölfelé, meg fenyegetni a hadrát a pisztolyukkal. Most már nem. Ezek meg sétálnak el. Nézzék ott rombák. Nem akarnak tartani, ők békepártiak. Aha. Józsit megöltem. Helldivers, hát hogyha van teljes embernek PlayStation Plus előfizetés, akkor az valószínűleg már megvan neki. Én a mondó vagyok. És jól túlmentél itt a kapcsolón? Nem, közben gyilkoltam embereket. És akkor még egy van valahol. Te kéne, oda kéne fölmászni. Fel, ja. Oda? Oda, hogy a pitlákba? Itt nem lehet fel. Nem? De ezen a helyen voltunk már egyébként. Igen? Aha. Jaj, hát sziasztok. Annó valami másik küldetés kapcsán. Itt nem tudom lelőni majd. Pont beáltámelném, ugyanúgy, mint ahogy én neked. Ja, ott lesz majd ott, hogy itt föl kell menni, itt és akkor ott tudunk fölmenni. Itt egy létre. Csak olyan jó színe vagy, berolvad a falba. Nagyon jó. Hol volt ez a táska? Itt lesz majd fönt. Ja. Vagy szerintem ott lesz bent. Franz tudja hol. Fönt vagy bent lesz? Na, hol vagyunk? Ott kéne ugrani. Itt, igen, és itt tud lemászni. Csúsz. Csúszott. Ja, itt a táska. Jó, bekapcsoljuk. Hoppá. Na, jó van benne? Megint egy mesterlövész puska. Expedíciós fegyvert tudok megszerni. Még egy, ami szerintem szarabb, mint ami most rajtam van. Igen, hát egy jó kis 31-es és 58-as mellé, ez nagyon-nagyon biztos hasznos. Most vissza kell menni azt a gombot is megnyomni? Hát már visszaállítottuk. Jó, hogy ezt a gombot, azt mielőtt azt benyomjuk, addig ezt meg kell csinálni. Jó. Mert néztem is, hogy odaértem a gomb elé és kiírt valami tök mást. Értem. Megtaláltad be te is a gombot? Megtaláltad be te is a gombot? Vagy éppen inventory-t lesed? Nem, épp most az inventory-t nézegetem. Hát zaklasd őket akkor, teljes ember, hogy mi van azzal, hogyha kell neked. Kész is. Kőválom, elényem megíroztam, mint ami rajtam van. Ez tök jó az a játék, hogy normális cuccokat sose ad. Kezd ilyen Destiny feeling-en lenni egyébként. Ők mondták, hogy itt elvileg jó a root rendszer. Vagy minden jó út a Dark Zone-ba van. Hol is vagyunk? Itt van. Egyik RPG-be se jó a loot rendszer. Ja, az a jó játéktárás ember ez egy terrás géppen, mert nekem 500-as van például, és egyfajtában szívok, hogy jaj, kijött egy jó játék, akkor tegyük be, játszunk vele, nem. Kiírja, hogy jaj, hát nincs elég hely, jó, akkor törlök két dolgot, jó, hát ott sincs még elég hely, akkor még törlök, aztán jó, akkor van elég hely, és így, hát akkor most téván pecskén leszedni, annak sincs elég hely, akkor megint törlünk egy kicsit. És akkor én szóra a játékot is kijön, hogy jaj, most éppen nem működnek a szerverek. Oké. Szóval ez az új generáció, ez nagyon-nagyon bejött eddig. Szervusz, Zsombor! Pont bejöttél gyakorlatilag a live végére, mert most pont végeztünk Chris-szel ezzel a küldetéssel, és ezzel így mára be is zárul szerintem a mukatár. Bezárt Charlie fagyizója. Úgyhogy... fiúk, lányok, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Krisznek köszönöm a közreműködést, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogyha szeretnétek hasonló videókat látni, illetve a leírásban megtaláljátok a Facebook oldalamnak a linkjét, oda is praktikusan adottok egy lájkot, mert oda szoktam közzétenni azt, hogy mikor, miről lesz éppen videó, adás, és ennyi. Holnap szerintem minden jó út a Dark Zone-ba van.
Esport festes húzások után. Na miért nem volt? Nem volt jó. Mit kezd az életeddel? Patus, hát figyelj, megnézzük, van-e most éppen valaki, aki live-ol, és akkor lehetne raidelni oda egy jót. De szerintem most éppen nem live-ol senki. Úgyhogy akkor nem raidelünk senkit. Mindenki raidelje be az ágyát, szerintem. Raidelje be a tévét is, és kicsit valami előtt punyanjon, aztán aludjon, mert most már így 10:30 van, úgyhogy tessék pihenni. Úgyhogy további szép estét kívánok mindenkinek, holnap találkozunk, és valószínűleg The Legend of Zelda Twilight Princess HD-vel fogjuk kezdeni a napot. Valószínűleg Orsival fogunk egy kicsit majd körvizni, vagy josizni, aztán majd lehet, hogy a Division is előkerül, meglátjuk még. Addig is szép estét, meg jó éjszakát, meg szép álmokat mindenkinek, szevasztok!